evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezeket mondta. Dicsőítelek, atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, és a kicsinyeknek kinyilatkoztattad. Igen, atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, és az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Gyertek hozzá minnyáján, akik elfáradtatok, akik terheket hordoztok, én megkönnyítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szerid vagyok és alázatos szívű, és megtaláljatok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. Mai nap november 3-án halottak napján ezt az evangéliumi üzenetet kaptuk, és bár ez az evangélium nem szól konkrétan a holtak föltámadásáról, amiről érdemes beszélni, hiszen kinek ne lenne szerette, akire a mai nap, vagy ezekben a napokban különösen is gondol, egy-egy emlék, egy-egy kép, benne sok fájdalom, hiszen nincs már köztünk az, akit szeretünk. Viszont hitünkben mégis a halál országát, a halál pillanatát és a halállal kapcsolatos eseményeket, azzal a szemmel kell, hogy lássuk, hogy semmi sincs Isten nélkül, és semmi sincs úgy, hogy ott Isten ne lenne része annak az élet Egyrészt semmi sincs Isten akarata nélkül, bár a halálban fájó kimondani, hogy Isten akarta, hogy meghalljanak a szeretteink, nem. Isten magához hívta szeretteinket, de az ő akarat nélkül ez nem történhetett volna meg. Viszont az is biztos, hogy Isten nem csak meghív az odaátti életre, hanem el is visz bennünket. Olyan szép, hogy Jézus mondja a búcsú beszédében, János evangéliumában, ne nyugtalankodjék szívetek. Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek, most elmegyek, de majd visszajövök, hogy magammal vigyelek titeket atyám országába, ahol sok hely van. Hiszen én vagyok az út, az igazság és az élet senki sem juthat el az atyához, csak én általam. És itt azzal a Jézussal találkozunk, aki, aki megfogja a halott kezünket, elvisz bennünket Isten országába, bevezet bennünket abba az országba, amelyről más helyen olvashatjuk, gyertek atyám áldottai, vegyétek birtokba világ kezdetétől nektek készített országot. Amikor a halálról, elhuntjainkról emlékezünk, meg akkor is imádkozunk értük, akkor gondoljunk arra, hogy Isten minden pillanatunkban velünk van, még a halál pillanatában is. A halált bár az ember elszenvedi, Isten ebben az elszenvedett állapotban újjáteremti, bennünket, és reményeink szerint az üdvösség állapotára vezet be. Ezért is imádkozunk halottainkért, hogy Isten bocsássa meg számukra azt, amit ők nem tudtak letenni, amik, amiért ők nem tudtak bocsánatot kérni. Átvállalhassuk helyettük hibáikat, gyarlóságaikat, bűneiket. Mi hordozzuk helyettük a keresztet, akik itt élünk, és a küzdő egyházként ezt megtehetjük. A mai evangélium azonban egy üzenetet hordoz számunkra ezen a napon, Halottak napján, méghozzá azt az üzenetet, hogy egyrészt Jézus fölkiált az Atyában, hogy az okosak és bölcsökeről elrejtvén kinyilatkoztatod a kicsinyeknek, Atyám, Isten országának titkát. Itt most, ezen a mai napon különösen is szeretnék arra gondolni, és talán nem túlzás egy kicsit az Evangéliumot így is érteni a mai napra, hogy Kik ezek az okosak és bölcsek, és kik azok a kicsinyek? Ha haláról gondolkodunk, akkor kicsit gondoljunk magunkra felnőttekre, hogy mi, amikor felnőttünk, arra gondoltunk, és azt éljük meg minden napjainkban, hogy értjük, ismerjük az életet. Már nem gyerekként gondolkodunk az életről. A gyerekek csak maradjanak gyerekek, ők éljenek egy kicsit mesevilágban, is, legyen csak olyan képük az életről, amilyen majd fölnőnek, ők is megtudják. Bizonyos értelemben felnőttként bősnek tartjuk magunkat, azt gondoljuk, hogy ismerjük az élet titkát. És gondoljunk vissza, hogy milyenek voltunk gyerekként. Az, amiről úgy beszélünk, hogy szinte világban éltünk, mert gyerek számára nagyon sok minden dolog egész másként csapódik le, vagy másként gondolkodik róla, az egyik legmeghatározóbb ilyen gyerekkori gondolat, hogy például a halálról nagyon nehéz beszélni egy kisgyermeknek, mert számára az élet az örök. És arra gondolnánk, hogy ez inkább egy ilyen kis meseszerű gondolat, a szívünkben pedig nem. Ez a kicsiknek az az igazi hitvallása, amit mi felnőttként leromboltunk magunkban, hogy gyerekként mi is úgy gondoltuk, hogy örökké élünk. Nekem egy nagyon szép emlékem, hogy amikor kis testvérem halála után születhettem, és láttam fényképeket, szó volt a családban még erről, a szörnyű tragédiáról, hogy négy évesen meghalt egy kislány, akkor nem azt mondták a szüleim, hogy ők nincs többé, Anita, hanem azt mondták, hogy ő, hogy ő, hogy ő alszik, hogy ő most egy hosszú álmot alszik. Vagy ott van fönt, és felmutattak az égre, és utólag értem és érzem, nem tudták volna megmagyarázni nekem, hogy ő nincs többé, hogy ez mit jelent. Egy gyermek ezzel nem tud mit kezdeni, ahogy nyilván egy felnőtt sem. De a felnőtt beletörődik, és azt mondja, hát így volt, így kellett ennek lennie, vagy el kell fogadni. Egy gyerek nem tudja ezt elfogadni, és ezáltal tanúságot tesz arról, hogy van föltámadás. Egy gyereknek nem lehet elmagyarázni azt, hogy nincs többé az élet, hogy nem lehet többé játszani, mosolyogni, örülni egymásnak. És van ebben a gyermeki hétben valami, valami nagy ajándéka Istennek, hogy kinyilatkoztatja az örök életet a kicsinyek által. Egy picit a mai napon, a mai emléknapon, halottak napján legyünk gyermekek a szívünkben akik tudják, hogy van halál, de azt is tudják, hogy van örök élet. És tudják azt is, hogy, hogy az élet úgy örök, hogy viszont láthatjuk egymást, és hogy amit itt a Földön élünk, ez csak valami nagyon picike előképe annak, amiről Szent Pál ki is mondja, szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem foghatja amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Másik Szentpál idézetben pedig, ahogy mondja Szentpál, a szeretet nem múlik el soha. Milyen szeretetről beszél, amely nem múlik el soha? Csak nem arról a szeretetről, amit egy gyerek is megél a szívében, hogy, hogy a testvér, az apa, az anya, a nagyszülő, a dédi szeretete nem múlhat el soha. Nem tanúságot tesz arról, amiről mi felnőttek, hogy lemondunk és és azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, értjük a világot. Igen, meg tudjuk fejteni a biológia, a kémia, a fizika, a matematika a tudományágaiban, hogy ez a világ nagyjából hogy működik. Valamit sejtünk belőle, valamit le tudunk írni. De a halálról vajmi keveset tudunk. Egy gyermek sokat tud a halálról. Tudja, hogy ilyen nem lehet. kérjük az Urat ezen a napon, és nem is szeretnék többet mondani erről a mai evangéliumról, ez kösse össze halottak napját, halottainkról való emlékezést, és a róluk való imádkozás ajándékát azzal, hogy, hogy a szívünkben mi is föltesszük a kérdést, valóban örök életünk van? Tudunk ebben hinni? Minden vasárnap elimádkozzuk Hisszük a holtak föltámadását, szentek közösségét, az örök életet. És valóban ez csak egy gyermeki hit, vagy egy mélységes válasz arra, amit érzünk, amikor szeretteink hiányoznak. Ők nem halhattak meg örökre. Nem lehet, hogy csak emlékekben élnek, amelyek kopnak évről évre, nem haltak meg örökre. tekintsünk föl ma az égre, és mint a küzdő egyház tagjai, imádkozzunk azokért, akik még terheket hordozva, bűnökkel küzdve tisztulás állapotát várják, hogy egykor majd mindannyian boldogan megélhessük Istennek azt a gazdagságát, amelyet a halálunk után itt most még csak hitben, ott pedig valóságban megélhetünk. أما